Sziasztok! Ma este ünnepeltem a születésnapomat, ami ma este holnap pénteken van. Úgy ünnepeltem, hogy volt egy meglepetés, egy nagy nemzetközi Zoom találkozó, sok barátom, rabbik, nem rabbik. Nagyon, nagyon kellemes volt, és nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy a hátam mögött ezt megszerveztek. Hogy kell ünnepelni egy születésnapot a zsidóságban? A több magyar rabbinak az volt az álláspontja, hogy a zsidóságban nem ünnepelnek születésnapot. Például a nagybátyánk, a huszti rabbi Grünwald Mózesnak ez volt az álláspontja. Azt mondja, az élet az egy feladat, azt tenni kell, minden nap tórát kell tanulni, micvákat gyakorolni, nincs hely az ünnepségre. A Lubavitcher Rebbennek más volt az álláspontja, ő azt mondta, a születésnapot ünnepelni kell. Hogyan kell ezt ünnepelni? A Rebbe 1943-ban kiadott egy kis Chassid naptárt. Abban állt a Chassid naptár, hogy minden napnak van egy Chassid közmondás, tanítás. A saját születésnapjára ez a közmondás van. Egy születésnapot az embernek le kell ülni, meditálni egy kicsit magában szállni, és elgondolkodni, hogy milyen volt az előző év, és hogy kellett legyen a következő év. Lényegében a születésnap ez olyan, mint a Rosh Hashanah, a zsidó új év. Mit teszünk a zsidó új évben? Ünnepeljük, szépen vagyok felöltözve, és minden, de van egy komolysága ennek a napnak, mert ezen a napon kezdünk a következő évben, ezért megtérünk a tavalyi évről, próbálunk lezárni a tavalyi évet, és ne legyen veszteséges, és a következő évben tervezünk, hogy jó legyen. Hasonlóképpen, amikor van az embernek a saját rossasalmi a születésnapján, szintén ez kell, le kell zárni a tavalyi évet, és indulni kell a következő évet. Indítani kell a következő évet, jobb és szebb legyen zsidó szempontból. Van egy történet, Amerikában, az Egyesült Államokban minden évben az amerikai elnök már 70-es évek óta küldött egy gratuláció levelet a Rebbének, a Lubavitcher Rebbének a születésnapjára. Egyszer az volt, hogy Carter, Jimmy Carter elnök épp eljött az ENSZ-ben, Manhattanbe, és azt mondta, ide nem kell írni levelet, idén találkozni fog a Rebbével a születésnapja. És akkor, amikor elmondták ezt a Rebbének, azt mondta a Rebbe, a születésnap, ez egy nagyon komoly nap, akkor nincs neki ideje se elutazni Manhattanig egy fél órát, és ott találkozni az amerikai elnökkel. Még arra sincs ideje, de az amerikai elnök el fog jönni haza a saját irodájában. Mert ezen a napon tórát kell tanulni, és micvákat tenni, és tervezni a következő évet. Ezt így kell ünnepelni a születésnapot. Kívánom magamnak és az egész családomnak, hogy legyen ez egy sikeres év, és egy boldog év, és Isten áldja meg mindenkit. Köszönöm szépen!